Kellemes tévézést mindenkinek! Mondom ezt úgy, hogy önök tudják, hogy a Te a Glóriával című műsort nézik, és minden szerdán új műsorral jelentkezünk. Hát most borzolni fogom az idegeiket, mert mai műsor programunkban nagyon sok minden érdekesség van, és nagyon sok minden finomság van, amit most sajnos önök csak nézhetnek, de majd később eldöntik, és akár meg is kóstolják. Nézzük, hogy mi mindent kínálok önöknek mára. Hát először is, így karosszékben ülve megint utaznak velem, különleges magyar települést találtam, Sárrét udvariba megyünk, és nosztalgiázunk egy kicsit, nagyon finom édességekkel, úgyhogy készítsék az ízlelő bimbóikat, meg a szemüket, hogy milyen szépeket fognak látni. Na, ezután a Magyar Tehetségek sorozatban él lovasainkat ismerhetik meg, épp csak, hogy vége lett a Nemzeti Vágtának, és nálunk itt van az első helyezett, a második helyezett, sőt, a félelmetes bírói testület is, akik ellenőrizték a verseny szabályosságát. Ezután hírt adunk arról, hogy itt van az őszi fesztivál, a múzeumok részt vesznek benne, mi a Nemzeti Múzeumból hívtunk meg két kedves hölgyet, és megnézzük, hogy vajon mit is lehet egy ilyen fesztiválon csinálni, mit kínálnak nekünk a múzeumok. Azután a kulissza titkokban a Pulóvergyűjtő című színdarabnak a titkait kutatjuk, vajon mit keres ott a Magyar Filmintézet, hogyan is próbálnak, sok érdekességről lesz szó. Zárásként pedig, hogy az egészségünkkel is foglalkozunk, sebek és sérülések lesz a címe Éliás Tiborral való beszélgetésünknek, hogy lehet ezeket gyorsan ellátni, és minél kevesebb fájdalmat elviselni. Úgyhogy, tudják, nálunk mindig van terüly-terüly asztalkám, ha önök most lenéznek, itt csupa finomságot fognak látni, és most édességet. Szeretettel köszöntöm stúdiónkba érkezett vendégeinket is. Egyrészt Kis Tibort, Sárrét udvari polgármesterét, másrészt nagy szeretettel köszöntöm Hajdú Tamást, aki ügyvezető igazgató, és hát látom, hogy itt rengeteg dobozzal érkezett. Természetesen, és ajándék nélkül is tudtam megérkezni, ezt hagyadjam át első körben. Fogyasszák egészséggel az egész stáb nevében. Küldöm és ajándékba adom ezt a hát, kis ajándékot. És mit tetszik ez valami rajta? Tündéri. Hogy mit látok rajta? Ugye önök is kíváncsiak, én most alig bírok megszólalni saját magamat. Most ez biztos, hogy önök nem értik, de én próbálok mutatni valami különlegese, hogy ebben a dobozban egy torta van. Ráadásul ez a torta olyan, mint egy fotóalbum. Én vagyok rajta. Az egyik Te a Glóriával című adás. Hát mit szólnak ehhez? Én nem is tudom. És ez ehető torta... Természetesen így van. Ehető ostjára van ételfestékkel rányomva az ön csodálatos arca. Jaj, Tamás, köszönöm szépen. Már híztam 10 kilót, pedig még el se kezdtük a tortát pedig enni. Pedig kell kóstolni mindent kötelező jelleggel. Nagyon finom illata van, vanília, csokoládé. Vanília, csokoládé, így van, ilyen ízesítéssel készült. Hát ez hatalmas, és hogy tudtak ilyen fotót szerezni, meg egyáltalán? Hogy lehet egy fotót egy tortát? Ez már nagyon a mi titkunk. Hogy ezek a... Tessék, még az édességeknél is vannak kulisszatitkok, amit nem szabad elárulni. De ez valami nagyon jó pofa dolog. Hát hogy örül valaki, aki mondjuk születésnapjára kap, vagy bármilyen alkalomra, hát... És bármilyen fényképet bármilyen fel lehet képet tenni egy tortára? Természetesen így van. Hát vannak különböző jogdíjas képek, amiket fel kell tenni, de viszont ez úgy tudom, hogy ez nem jogdíjas még. Én ezt engedélyezem. És ezáltal ezt bátorkodtunk feltenni. Tudják, ennek csak egy baja van, hogy az ember sajnálja megvágni. Pedig minél hamarabb meg kell, és fogyasszák egészséggel. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, igazán kedves Tamás, még. Kedves polgármester úr. Jaj! Meglepetést okoztunk hát akkor. Hát az nagyon-nagyon nagy volt, mert én még nem láttam fényképes tortát. Jó, nem is ragozom tovább, mert nagyon boldog vagyok. És ez még csak egy köszönöm. A tárházunkból, amit fel fogunk is sorakoztatni. Hát ez itt valami csodálatos, és én ezt most így ide teszem, és akkor
Hát először is azt mondtam, hogy Sárrét udvari polgármestere, úgyhogy meg tudjunk ismerkedni édességekkel, meg minden, hát először is keressük meg a térképen Sárrét udvarit, és kedves Tibor, meséljen nekünk arról, hogy hol találjuk mi Sárrét udvarit. Először is szeretném megköszönni a címet, amivel tetszett illetni bennünket, hogy szép magyar települések, érdekes dolgok. Hát remélem, a Sárrét udvaréból ezt a képet tudjuk mutatni a műsor végeztével. Sárrét udvaré az Alföldön, Hajdú-Bihar megyében található, a Sárrét szívében, és bennünket nagyon tölt el, hogy ennek a tájegységnek a nevét a könnyű települések közül egyedül mi hordozzuk, tehát Sárrét udvari. Nagyon büszkék vagyunk a múltunkra. Ebben az évben is jövőre jubilómi rendezvényekkel fogjuk ezt ünnepelni. Településünk múltjáról néhány szót, ha szólhatnék. Gazdagok például a honfoglaláskori leleteink, mert honfoglalás során előkelő lovas népek telepedtek meg, és a különböző 80-as évek földmunkájai, akár a település külső részén, vagy a belső részén valóban értékes honfoglaláskori sírokat mutatnak, amiknek nagy része a Nemzeti Múzeumban, illetve a Debreceni Déri Múzeumban található bizony. Fegyverek, ékszerek, különböző használati tárgyak, tehát valóban nagyon értékes gyűjtemény való onnan mi felülünk. Egy leírásból láttam, és úgy tetszett ez a mondat, hogy olyan ékszerek jöttek elő, ami mutatják, hogy a honfoglaló őseink asszonyaikat nemesfém ékszerekkel gazdagon díszítették, és ezek megtalálhatóak ott nálunk. 1214-ből való a település első írásos említése a Váradi Regestrumban, ahol is két udvari ember perlekedett, és akkor a község először szóba jön ott, illetve 1613-ban épült az első kő alapon nyugvó templomunk, és ugye 1214 ez 800 év, 1613 ez 400 év, és most ünnepeljük a templomunk építésének 400. évfordulóját egy gazdag rendezvénysorozattal, illetve jövőre pedig a 800 éves településünk említését ünnepeljük. Azt kell még mondanom, hogy Sárrét benne van a nevébe, ez régen egy mocsaras, lápos vidék volt, ez meghatározta az embereknek a mindennapjait, főleg pákászattal foglalkoztak, és a 19. századi folyószabályozások után alakult ki a mostani jellege, ami alapján a fő tevékenységünk a mezőgazdaság, és ezt határozza meg a település mindennapjait, illetve hát az olyan sikeres vállalkozások, mint itt Tamás barátom mellettem képviseli a céget. Hát nagyon kellemes kis bemutatót kaptunk már eddig is, és azért érdekes, hogyha ez egy ilyen mocsaras lápos vidék volt, hogy mégis megőrizte a föld ezt a sok kincset, úgyhogy ez talán szerencse is. Hogy jutunk el? Vonattal, busszal? Mivel érdemes oda menni? Budapestről. Budapestről személygépkocsival a 3-as, illetve a 4-es. 3-as autópálya, 4-es főút, vonattal Intercity-vel jó 2 óra alatt megközelíthető, busszal nem ajánlom, szerintem nincs is járatunk. Püspökladány talán az a nagyobb település, ami talán ismertebb, és akkor Püspökladány után megy a 42-es főút ki Románia felé, és akkor ott kell lefordulni Püspökladány után néhány kilométerre, és ott található ez a 3050 fős, hát béletán mondom, hogy aranyos, kedves, hogy... kis település vendégszerető, barátságos emberekkel. Na most akkor ezek szerint itt szeretnek élni az emberek, vállalkoznak. Hadd kérdezem meg Tamástól, hogy esetleg ottani születésű is, vagy család kapcsán. Én család kapcsán kerültem oda, a kedvesem és a családja onnan származik, Sárrét udvariból, és ott sikerült végül is az üzemet létrehozni és megalapítani, és ezáltal kerültünk műra én Debrecenben nőttem fel, és onnan kerültem oda, de viszont nagyon hamar befogadtak is, mert meg is szerettem természetesen ezt a kis falunkat, amit már jogosan érzem a magaménak is, és ott tevékenykedünk, ott gyártjuk a finomabbnál finomabb. Mondhatjuk, termékeket. Hogy ez egy manufaktúra, tehát itt még emberek dolgoznak, nem csak gépsorok? Mondhatjuk, igen, tehát a süteményeket azt szó szerint manufakturális jelleggel készítjük. Az éjszakai műszak az legyártja a piskót alapokat, meg a különböző zserbó, meg mézes lapokat, amit nappal kézzel a nagyon ügyes rátermett asszonyok kézzel kenik fel, vágják, díszítik, csomagolják, és azután kerül így a
ezek a különböző finomságok és édességek ki a boltoknak a polcaira. Na most itt látunk, gondolom, ebbe van már ilyen, amilyen lapos, ugye? Igen, ebbe is előre az lehet egy mézes, gyártani. Mézes az egy lap. Mézes lap. Igen, az a nagyon-nagyon közkedvelt mézes zserbunk, uh-huh. amit ténylegesen nagyon szeretnek az egész országban, mindenhol. A következő az egy nagyon édes, Konyakmeggyes Stefánia fantázia névvel. Konyakmeggyes Stefánia. Bizony, az egy nagyon... Azt most pont a középen látják a nézők a képen, ez olyan jó, szaftosnak is nagyon-nagyon, igen, tehát az egy nagyon édes, ez egy tömény édes sütemény, de viszont az is nagyon-nagyon kedvelt a fogyasztóknál. Most éppen a mézest látják, csokival tetejű mézest. Igen. Aztán van itt ilyen háromszög alakú kis csillagocskákkal. Ez egy nagyon vékony piskóta, párizsi krémmel van megtöltve, és úgy van lecsokizva. Na most ez egy Napóleon csemege fantázia névre hallgat, és ez már nem annyira édes, mint a Konyakmeggyes Stefánia, de ez is nagyon közkedvelt a fogyasztók körében. Ott látszik most a gyönyörű csillagocskák, ezt mind kézzel nyomkodják ezt rá, mind olyan kézzel, kis, mint így a van, hab mind kézzel zacskóból, készül. Vagy miből. Habzsákból, igen, habzsákból nyomják rá. Aztán ilyen kis tekercsek, vagy én nem is tudom, háromszöges, négyszöges, van itt minden. A négyszög az a hagyományos kókuszkocka, uh-huh. a kis háromszögre vágott pedig az ízes diákcsemegének hívjuk, az egy lekvárral töltött piskótalap, ami után le van csokizva. Na, már most úgy érzem, hogy ez a kilók ellen van, nem tudom, hogy ezek mennyire szabad enni? Ezek azért cukorral készülnek, ezek ugye? Természetesen cukorral készülnek, de ajánlott fogyasztani, mivel hogy azért jó kedvet és depressziómentes életet fog ez egyébként okozni. Azt, hogy mellette mindenki találja meg a kis mozgását is, hogy le is kell tudni mozogni az ilyen. Akkor ő most már nagyon képzett egészségügyileg, mert tényleg azt szokták mondani, hogy szabad mindent enni, csak mozogjunk eleget hozzá. És hát ez a bizonyos boldogsághormon, ez nagyon-nagyon ebben a mai világban természetesen. Így van, főleg amikor jönnek az esős idők, akkor is milyen jó így bekapni egy ilyen kis falatocskát. Én nem tudom, én ezt most kicsit leharapok belőle. Nyugodtan. Várjuk a hatást. A hatást, na olyan gyorsan azért nem bízunk tőle, de egy biztos, hogy én... Nem azt a hatást. Az nagyon jó, kellemesen pikáns a lekvár része. Barack? Igen. És egy finom csoki réteg, meg egy pici kókusz a tetején. Nagyon finom. Ezeket a finomságokat mindet úgy próbáljuk megcsinálni, mint ahogy nekünk megtanították a nagymamáink, szüleink, őseink, hogy hagyományos jelleggel készítünk mindenféle terméket, és egyik irányba sem megyünk el. Uh-huh. Tehát nem szabad beletenni olyan jellegzetes aromákat, vagy olyan jellegzetesen elvinni ezeket a termékeket, hogy akár már kirívó is legyen. Hanem tehát legyen egy harmonikus íze. Azt kell nekünk megtalálni, azt, hogy a kevesebb néha több, de esztétikumnak meg az ízvilágot azt nagyon el kell tudni találni. Na, fogunk még ismerkedni itt a sok finomsággal, de hogy egy kicsit pihentessük magunkat, térjünk vissza magára, Sárrét udvarira. Mit jelent az, hogy mondjuk van egy ilyen csoki készítő üzem? Ez jelent valamit a város vagy a nagyközség életében? Természetesen, és úgy itt most mi egymás mellett ülünk ebben a műsorban, és együtt vagyunk. Ez a mindennapi életben is így van. Tehát számomra is nagyon fontosak a helyi vállalkozások. Tamás barátom, hogy ebben él lovas a településen, és úgy gondolom, vagy remélem, hogy számára is fontos egy olyan településvezetés, ami az ő munkáját is segíti, mert valóban kölcsönös a mi kapcsolatunk. Számunkra a legfontosabb önkormányzat számára, önkormányzati vezetőként, hogy valóban vannak olyan vállalkozások a településen, akik embereket dolgoztatnak. Tehát ez nagyon fontos, hiszen hát ismerjük a mai világot, és a környékünkön nincsenek nagy vállalatok, nincsenek nagy üzemek, tehát az ilyen kis és közép vállalkozások a munkaerő felszívása szempontjából nagyon fontos, és ezért tiszteljük, becsüljük, és önkormányzati szempontból minden segítséget megadunk a vállalkozóknak, hiszen Tamásnál is, ha jól tudom, körülbelül 30 Sárrét udvari dolgozik, hát ez 30 család, tehát annak a megélhetése van ezáltal biztosítva, és ez tényleg fontos, illetve hát az a fajta mecénás tevékenység, amit a vállalkozóink
kifejeznek, és valóban ebben a horvát és társa Kft. Nagyon előre jár, hiszen települési rendezvényeinket, gyermekeket, gyermeknapot maximálisan támogatnak, egyházi rendezvényeket. Tehát ez, hát a, ez, faj, ez a fajta hogy kölcsönös értsük. Kapcsolat, ez működik, és ez nagyon fontos a tehát mondjuk megtöltik a Mikulás zacskókat, ha éppen jön akár a Mikulás, az óvodásokét. Így van, vagy... így van. Egyébként, ahogy jöttünk ide, arról beszélgettünk, hogy hány évvel ezelőtt is volt az, hogy egy kókuszrúd rekordot állítottunk elő. Na most úgy kell ezt elképzelni, hogy ebből a termékből 652 méter hosszú kókuszrudat csináltunk meg. Most megnézek egy rudat, és lehet, hogy nem pont az, nem de, pont az, ez, de ez egy... azért úgy, sőt, az talán még egy picivel kisebb, mint az enyém. Tehát gyerek, ilyen rudból mit csináltak? Az egybefüggően volt 652 méter, és gyereknap alkalmából csináltuk ezt meg, ezt a rendezvényt. 652 méter? Igen, és ez az... magyar rekord is lett, be is van jegyezve. A Guinness rekord? A Guinness rekord nem lett, hanem Magyar Rekordszövetség jegyezte be ezt a tényt végül is, hogy mi ezt megcsináltuk. És ezt pontosan gyereknap alkalmából csináltuk meg. Azon a napon a gyerekek nemhogy csak ezt a 652 méter kókuszrudat, hanem akkor felajánlott általunk partnerénk által felajánlott termékeket is szétosztogattuk, és így mindenki egy élménnyel és sok édességgel gazdagabban ment haza. De ugye ezt akkor úgy kell elképzeljem, hogy ez a rudacska így vízszintesen feküdt valahol, mert nem hiszem, hogy ez megállt volna függőlegesen. Az a helyzet, hogy számunkra is meglepő volt ez a tény, hogy a falu olyan szintű összefogást eredményezett, hogy ezt a gépet úgy kell elképzelni egyébként, mint egy hatalmas hurkatöltőt, amiből folyamatosan jön kifele a kókuszrúd. Azt mi ráengedtük egy síkfóliára, a síkfóliát az emberek egyik kezükből a másikba adogatták, és akkor így értük el a 652 méter hosszt. Én most ezt ketté törtem. Ez egy kókuszos roló, ez a hagyományos utasellátós rolónak egy kókuszos ízű változata. Tehát akkor én most sajnos nem jót, mert a kókuszrúd az végig egyforma így belül van, is, így ez van, viszont van. Egy töltött ostya. Igen. Így van. Nem ostya, bocsánat, piskótalap. Piskótalap. Piskótalap, igen. Ez is egy nagyon jó, hagyományos. Jó, tehát akkor nem igazán jót mutatok, majd mindjárt elveszek egy másikat is, de akkor ez azt jelenti, hogy külön van ez a tekercs, abba töltik bele a tölteléket, vagy fordítva a tölteléket? Tehát úgy van először, hogy a piskóta hüvelyt sütjük meg, amit még nagyon forrón fel is kell tekerni. És amikor ez a hüvely fel van tekerve, kihűlt, utána tudjuk megtölteni a kívánt ízű krémmel, azután pedig a hatalmas csokizó alagútonkor lecsokizzuk. Tehát, hogy elmondjam el még egyszer, kicsit beszéljem, polgármester úr, mert így meg tudom postulni. Egy kicsit érzékeltetve ezt a rekordkísérletet, tehát Tamás megkereste az intézményeket, iskolát, munkahelyeket, civil szervezeteket, ehhez a kért segítséget, és tehát a kókuszrúd jött ki, ahogy mondod, a hurkatöltőből, és tessék elkezdeni, 652 méteren, legalább 1000 ember, annyi kell. Tehát 1000 ember, a falu központjában van a Tamásnak az üzeme, és akkor majdnem kiértünk a település végéig, a járdán 1000 ember végig állt, és fogta ezt a rudat. Én Tamásnak mondtam, hogy én akkor csak azt sajnáltam, hogy sok elfoglaltsága miatt nagyobb média hangsúlyt nem tette erre a dologra, mert... De hát legalább egy-két fotót minden, hoztak volna magukkal. Talán még azt is elfelejtette Tamás fényképezni ebben a nagy izgalomban. De volt, tehát úgy meg volt szervezve az újra egész, újra kell csinálni? Most valószínű, nem hogy, mondtam, nem igen, mondtam. Igen, valószínű, hogy meg fogjuk tudni csinálni, ha nem is, nem is 2014-ben, de 2015-ben mindenféleképpen megismételjük ezt, és meg is fogjuk dönteni ezt a 652 métert. És, de ugyanúgy volt konferencié, aki nagyon vicces volt, hogy biciklit vett el az egyik járókelőtől, mivel hogy ezt a 652 métert ő neki fel kellett konferálni, hogy most hol járunk, mennyinél járunk. Nagyon és... Én most itt bele fogok lógni a képbe, de nem bírom ki, hogy azért tényleg nem utassuk meg azt az eredeti kókuszrudat, amiről mi most beszélünk. Én megpróbálom ezt kinyitni, bár zörögni is fog, de hát kedves nézőnk, most az egyszer ezt nézzék el nekem, de azt hiszem, hogy kinyit. Igen, megkérem, hogy nyissa ki addig. Na! Picit. Ez a csencsengyűrűt adjuk tovább. Igen, igen, addig igen. Beszélgessünk még egy kicsit igen. A településről, amíg az kinyílik. Vannak-e újdonságok, vannak-e fejlesztések? Természetesen nagyon odafigyelünk, hogy a településünk fejlődjön és minél lakhatóbb település legyen. Hát nagy beruházásaink vannak, tehát aki most megérkezik Sáli Tudvariból, az egy feltúrt.
települést lát, vagy fog látni. Hát nekünk ez pestieken fel se tűnik. Jelenleg egy csapadékvíz elvezetőáramlatnak a korszerűsítése folyik, ezzel végzünk télen, tavasszal, és akkor egyből kezdődik a szennyvíz elvezetés. Ez is eltart körülbelül egy évig. Ezek a nagy beruházásaink, de vannak kisebb pályázataink, amivel intézményeinket próbáljuk felújítani, és a épületek átlagát próbáljuk megőrizni, tehát tényleg odafigyelünk, és tényleg úgy gondolom, hogy egy szép település, ahogy benne van a cépben. Sárét udvari, tényleg barátságos, vendégszerető lakosokkal. Kihasználom a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy 3000 fős település vagyunk, és 20 civil szervezet van a településen. Tehát 20 egyesület, alapítvány, és ez rettentő, nagyon azt szoktam mondani, hogy ezek tartják mozgásba a települést, művészeti csoportjaink vannak, érdekvédelmi csoportjaink a sport területén, tehát mindenféle szempontból egy tényleg aktív közösség, és ez meglátszik a település életén, mert tele vagyunk programokkal, rendezvényekkel, és esetleg próbáljuk most a közeljövő egy-két hónapban lesz olyan, amit mondhatunk, hogy érdemes megnézni? Igen, mindenféleképpen. Például múlt héten vagy két hete volt egy templomi koncertünk, ezt mindig minden évben tartunk, például tavaly Mága Zoltánt fogadtuk egy templomi hangversennyel, most a Mészáros János Elek volt. Aztán most készülünk az adventi ünnepség sorozatra, civil szervezeteink tartanak rendezvényeket, nóta délutánok lesznek, dalos találkozók lesznek, Kárpát-medencé találkozó van egy alapítványunk, aki a, hát az ország határainkon kívül eső magyarsággal való kapcsolattartást segíti, tehát tényleg sok program van, és tényleg várjuk mindenkit, aki a településünkre ellátogat. Na, akkor most lehull a fátyol, egy kicsit hullik, mert ugye kókuszos, tehát így néz ki valójában egy kókuszrúd, és hát ez volt olyan nagyon-nagyon hosszú. Amit én szeretnék tudni, kedves Tamás, hogy ezek nekem olyan gyerekkori emlékek is. Utaztunk a vonaton, már az egy nagy élmény volt, és akkor ott voltak ilyen csomagolt finom édességek. Ezt direkt csinálják, hogy legyen egy kis nosztalgia a felnőtteknek? Igen, próbálunk meg egyébként a hagyományőrzés szempontjából is olyan termékeket, édességeket, finomságokat újra előállítani, és újra behozni a köztudatba, ami régen már egyszer közkedvelt volt. És ezeket a termékeket is így találtuk meg, és így tudtuk végül is a gyártásunkba, a manufakturális jelleggel is, de betenni, hogy ezt mindenkinek el tudjuk vinni, és az otthonába tudjuk varázsolni ezeket a finomságokat. Na most azt nem mondtuk még el, hogy itt most nagyon sokat beszélünk édességről, de nagyon finom a sajtos ostya, vagy inkább sajtos tallér, így hívtuk mi ezt régen. Ez most is így. És ez akkor így bővíti, tehát azért a sós fele is kacsingatnak legalább. Természetesen, tehát azért itt a variációk tárháza nem merül ki azzal, hogy csak édességeket gyártunk. Itt cukrász és édesipari termékeket gyártunk, amiben benne van természetesen a sós. És a tallér, a sajtos tallér. És a családban van, aki esetleg követi? Tehát már van egy nemzedék, aki már odadugja a kis orrát? Vagy még ez várat magára? Ez még várat magára. Inkább most azt mondom, hogy mi vagyunk azok, az a nemzedék, akik most követjük, akik már ezt megteremtették nekünk, és ezt nekünk kell tovább vinnünk. Hát én csak gratulálni tudok, hiszen nagyon... hogy mondjam, szeretem az olyan emberi dolgokat, ahol egy üzem, ahol jó dolgokat csinálnak, de mégis megmaradt a kézitermelés, persze gépek nélkül ma már nincsen, igen. De valahogy érződik rajta, hogy van benne szív, van benne munka, mintha nagyanyám csinálná, vagy mondom, a csomagolt termékek meg engem teljesen a régi vonatozásokra emlékeztetnek, vagy egy-egy büfébe, ha az ember bement, akkor azt se tudta, hogy melyiket választja. Ez is volt a célunk egyébként, meg folyamatosan ez az üzletpolitikánk, hogy bárki, aki leveszi a polcra egy mi általunk gyártott finomságot, az mindig ugyanazt a élményt vigye haza, és az élményt kapja belőle. Érezze, akár hívhatjuk úgy, hogy sárét szíve, de természetesen én és a dolgozóim nevében is mondhatom, hogy szívvel lélekkel csináljuk a termékeinket. Hát, kedves kis Tibor polgármester úr, és kedves Hajdú Tamás,
úgyis, mint ennek az egész édesség manufaktúrának a vezetője. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Nem tudom elmondani, mennyire örülök az ajándéktortának. Örülök, hogy boldogságotok hozok. És én kívánok édes életet, meg hát kedves nézőink, önöknek csak azt tudom mondani, hogy kóstolják meg. Én úgy átadnám így képernyőn keresztül, egyszer talán idáig is eljut a technika. Addig meg csak nézni tudjuk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. Zöld a lába, kék a szárnya, ó, be gyöngyeli jár. Hívva engem úti társnak, el is megyek én. Nincs erdejbe olyan leány, ki megtartson már. Jaj, ha elmégy, megyek én is, hogy ne szánnám galambomat, képségért is. Mikor immár halali fia, rejám nevet, hogy ne szánnám galambomat, képségét.